A közelmúltban egy szomorú, tragikus baleset történt a Karcag kisújszállási út és villamos utca kereszteződésénél, amelyben egy fiatal karcagi lakos életét vesztette. Az egykori csörlőház épülete jelentős mértékben megsérült. A közelmúltban egy szomorú, tragikus baleset történt a Karcag kisújszállási út és a villamos utca kereszteződésnél, melyben egy fiatal karcagi lakos életét vesztette. Családjának, hozzátartozóinak, barátainak ezúton is részvétjüket fejezzük ki. A baleset helyszínén elhelyezett mécsesek virágok mellett a bekövetkezett tragédiára emlékeztet az is, hogy az egykori csörlőház épülete jelentős mértékben megsérült. A létesítmény a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének a település képvédelméről szóló önkormányzati rendelete értelmében helyi egyedi építészeti védelem alatt áll arra tekintettel, hogy a sajátos formájú épület gazdaságtörténeti emlék. A Karcagvárosi Önkormányzat keresi a lehetőséget, a pénzügyi forrásait annak, hogy az épületet megmentse. Ennek érdekében tárgyalásokat folytat a kárt okozó gépjármű felelősség biztosítását rendező biztosító társasággal. Továbbá árajánlatot kért a helyreállításra vonatkozóan. Önkormányzatunk elkötelezett építészeti örökségünk, így az egykori csörlőház megmentése és megőrzése mellett is. Áll Gyulcsák János, alpolgármester, polgármester helyettes közleményében.